A történészek szerint Zrínyi Miklós halálának körülményeit mindenki ismeri. Egy megsebzett vaddisznó végzett vele, egy olyan ember halt meg vadászat közben, aki 100 csatában vett részt, és mégsem csatában pusztult el. A történészek azt mondják a haláláról, hogy mindent tudnak róla. Nem csak a kötözködés mondatja velem, de ez nem igaz. Nem igaz, hogy a halála tisztázott, és hogy a szemtanúk pontosan leírják az esetet. Ez egyszerűen nem igaz. És azt mondják, hogy a Zrínyi halálával foglalkozó levelekben még egy halvány célzás sincs az esetleges gyilkosságra. A Zrínyivel foglalkozó szakirodalomban a vadászbaleset elfogadott igazság. Nem szeretném, hogyha valaki, mint ahogy ezzel kapcsolatban már voltak ilyen vádak, Mátyás király halálával kapcsolatban, tos előadásommal kapcsolatban. Tehát nem szeretném, hogyha összeesküvés elméletek gyártásával gyanúsítanának meg az emberek, de itt nincs minden rendben. És hogy még véletlenül se gondolja senki, hogy összeesküvés elméleteket akarok gyártani, nem is teszek kijelentéseket, csupán kérdéseket teszek föl. Mert az az igazság, hogy Zrínyi halála máig nem tisztázott. Zrínyi halálával kapcsolatban még mindig van néhány megválaszolatlan kérdés, éppen konkrétan a baleset körülményeire vonatkozóan. Nehezen áttekinthető az egész történet. Szemügyre kell vennünk néhány részletet, illetve a körülményeket. Kezdjük tehát. Gróf Zrínyi Miklósról van szó, hadvezér, költő, a szigetvári hős Zrínyi Miklós dédunokája. 1664. november 18-án, ebéd után, bizalmas embereivel, Vitnyédi István soproni ügyvéddel, Csipállal, illetve Csal, valamint Guzics Miklóssal vadászatra indultak a Csáktornya melletti Kursánáci erdőbe. Vitlen Miklós, aki a vadászat résztvevője volt, írt egy megemlékezést, tehát az emlékirataiban megemlítette ezt a balesetet, de az emlékiratait már időskorában írta. Zrínyi meglőtt egy vaddisznót, és a szolgái is leterítettek egyet. Már esteredett, éppen befejezték a vadászatot, a hintó körül gyülekeztek, beszélgettek, amikor váratlanul megjelent Zrínyi egyik vadásza. Egy Póka István nevű vadásza jelent meg, aki bejelentette, hogy egy vadkant megsebesített, és hogy könnyen elejthető lenne, hogyha üldözőbe vennék. Zrínyi fogta a rövid puskáját, lóra kapott, és a vadász után nyargalt. Nem sokkal ezután Guzics kapitány öccse, egy Májláni nevű savoyai fiatalember, és egy Angelo nevű szolga követte őket. Közülük Guzics volt az, aki visszatért a riasztó hírrel, Zrínyit baj érte. Bethlen a visszaemlékezésében azt írja, hogy a hintónál beszélgettek. Egyszer csak odavágtatott Guzics, és szólt a bátyjának, hogy hozzák azonnal a hintót, mert oda az úr. Mentek, amint hintó csak nyargalhat, aztán a sűrűbe futottak. Hát ott feküdt a sűrűben, megvizsgálták, és a bal kezében az ér még gyengén lüktetett. De a szeme már nem volt nyitva, és nem is szólt egy szót sem, csak meghalt. Amíg Zrínyi a vaddisznó vérnyomán pókával bement az erdőbe, addig a többiek a lovakat kötözték. Egyszer csak jajszót hallottak. Majláni legelőször érkezett, és azt látta, hogy Póka egy horgas fára kapaszkodott fel. Zrínyi, az úr, a földön feküdt arccal lefelé, a vaddisznó pedig a hátán volt. Úgyhogy Majláni rálőtt a vadra. A disznó pedig elfutott. Ekkor érkezett meg Guzics és Angelo. Zrínyi felkelt, és azt mondta, hogy rútul bánik velem ez a disznó. Van nálam egy fa, ezzel próbáljátok meg elállítani a vérzést. De hiába, elfolyt a vére. Előbb csak ülni tudott, aztán már csak feküdni, és végül meg kellett halnia. A fején 3 seb volt. Egy bal felül, a fülén fölül,
Itt a feje csontján ment el ennek a nagy vatkannak az agyara, és a homloka felé szakította fel Rútula fejbőrét. A következő a bal füle alatt haladt, a szeme felé egy nagyon rút szakasztás. De ez a kettő semmi nem volt a harmadikhoz képest. Ez jobb felől, itt egészen hátul a csigolyánál hatolt be, és így előre felé gyakorlatilag az összes nyaki inakat szétszakította. Végül is ez ölte meg. Betlen Miklós valahogy úgy fejezi be a történetet, hogy az igazi csoda volt, hogy egy ilyen nagy vitéz, mint Zrínyi, se nem lőtt a vatkanra, se nem csapott oda, pedig puska is volt nála, meg lándzsa is. Zrínyi haláláról sokan írtak, és közülük jó néhányan megfogalmazták azt, hogy Zrínyi halálában nem a vaddisznó volt a főszereplő. A kételyeket nagy mértékben táplálták a baleset tisztázatlan körülménye. És az a tény, hogy a Habsburgoknak nagyon fontos érdeke fűződött Zrínyi félreállításához. Korának egyik legnagyobb hadvezére és politikusa volt. Nevét ekkor már Európa szerte ismerték. Az 1663-64-es téli hadjárat során mélyen betört a törökök területeire, és felé egészen Eszékig jutott, és fölégette az eszéki állandó hadihidat. A hadi sikerei nagyon sokakat meggyőztek arról, hogy elérkezett a török ellenes nemzetközi összefogás ideje. Egyedül a bécsi udvar gondolta úgy, hogy egy ilyen hatalmas hadi vállalkozás az veszélyeket hordoz magában, mert főleg azért, mert megváltoztathatja az európai hatalmi egyensúlyt. Bécs ezért nem élt a kínálkozó lehetőséggel. Az udvar megtorpant, majd teljesen váratlanul megkötötte a törökkel az előnytelen és a magyarokra nézve rendkívül megalázó vasvári békét. Zrínyi visszavonult Csáktornyára. Azonban kapcsolatban maradt a franciákkal és a velenceiekkel. A császárt és környezetét aggasztották Zrínyi esetleges tervei, Magyarország esetleges önállósulási törekvései. És igen, ki kell mondanunk, Zrínyi halála a lehető legjobbkor jött az udvarnak. De az az igazság, hogy a halálával kapcsolatban az a történészi álláspont, hogy a sebzett vatkan végzett vele. A leghitelesebb beszámolók kétségkívül azoktól származnak, akik maguk is részt vettek a vadászaton. Először tehát akkor Betlen Miklós szövegét próbáljuk meg ezek alapján elemezni. Láthattuk, hogy ez a Póka nevű vadász így biztatta Zrínyit, hogy én egy kant megsebesítettem, mentem a vérin, ha utána mennénk, elveszthetnők. Mit mondott erre Zrínyi a várakozó társainak? Meglátom, mit mond ez a bolond. Zrínyi szavaiból szerintem kiolvasható a kételkedés. Vajon miért? Nos, a vadászatnak tulajdonképpen vége volt. Az erdőből ki kellett vonulni, meg kellett beszélni a vadászat eseményeit, és tulajdonképpen már majdnem véget ért a vadászat. És erről a sebzett vadról eddig senki sem tudott. Az tűnik logikusnak, hogy Póka hosszabb időre eltűnt a többiek szeme előtt. Eltűnt a többiek szeme elől, ha valóban követte ezt a sebesült vatkant. És természetesen az is érthető, hogy Zrínyinek akarta átengedni ennek a vatkannak az elejtésének a dicsőségét. Minden hihető. A Mintónál várakozó urak sem gondoltak semmi rosszra. Nyugodtan beszélgettek tovább. Nézzük a történetnek azt a részét, amit Betlen Miklós Majláni elbeszélése alapján rögzített. Majláni és három társa az esemény közelében leszállt a lovairól. Éppen megkötözték a lovakat, amikor meghallották Póka István jajszavát. Először Majláni ért oda. A horgas fán kapaszkodó vadász mellett ő volt a jelenet másik szemtanúja. És állítólag ő lőtt rá a vatkanra. A vatkan elfutott, és ekkor érkezik meg Guzics és Angelo. De azért álljunk meg itt egy pillanatra. Képzeljük el, hogy a vatkan meglepetésszerűen ráront Zrínyire, és feldönti őt. Póka talán elsüti a fegyverét, talán nem. Aztán felkapaszkodik erre a bizonyos horgas fára, és onnan jajgat. Miközben az urát, a horvát bánt, az ország egyik leghatalmasabb főurát egy vatkan marcangolja. Valószínűleg valameddig egymaga követte a vérnyomokat. És
minden további nélkül elképzelhető, hogy a vadászat területén egy tapasztalt ember volt. Máskülönben nem lehetett volna Zrínyi vadásza. Ebből szerintem az következik, hogy nem lehetett egy olyan tapasztalatlan ember, aki megrémül egy vadkant támadásától, annyira megrémül, hogy fölkapaszkodik egy fára, és még akkor sem jön le, amikor látja, hogy a támadás nem ő ellene irányul. Azokban az időkben ez szinte elképzelhetetlen. Az szinte elképzelhetetlen, hogy egy alattvaló magára hagyja az urát. És az ilyen magatartást nagyon súlyosan megtorolták. Azonban ebben az esetben ez a megtorlás elmaradt. És erre nem találunk megfelelő magyarázatot. Gondoljunk most a történetnek arra részére, amikor a lovakat megkötő szolgák pókajaj szavát hallották csak. Zrínyinek a hangját nem hallották. A visszaemlékezések szerint a gróf a fején, az állán, a lábán nagyon-nagyon súlyos, részben halálos sebeket kapott. A karjain azonban nem. Vagyis a földön fekvő Zrínyi ezt a szörnyű fájdalmat szó nélkül tűrte, és meg sem próbálta a kezével, a karjaival védeni a fejét vagy az arcát. Ez hihető? Természetesen akkor hihető, ha Zrínyi elvesztette az eszméletét és maga tehetetlen volt. Támadás után viszont felkelt, és ekkor mondja ezeket a szavakat, hogy rútul bánik velem ez a disznó. A beszámoló szerint mondott egyebet is. Ugye arra kérte a jelenlévőket, hogy egy fadarabbal állítsák el a vérzést. Ez persze eléggé meghökkentő és további magyarázatra szorul. Nézzünk egy másik forrást. Vitnyédi István családi feljegyzéseivel foglalkozunk most. Latin nyelven írta Memoriale címmel. 1664. november 18-án elmentem vatkan vadászatra a főméltóságú gróf Zrínyi Miklóssal. Zrínyi egy két golyótól sebzett vatkant üldözve, váratlanul, miközben senki sem látta, ugyanezen vatkan által halálosan megsebesítve szerencsétlenül meghalt. Őt többi élve nem láthattam, vagyis háromnegyed óra leforgása alatt sértetlenül élve, illetve holtan láttam. A Bethlenféle leírás szerint a támadás kezdetén másik szemtanú, pókán kívüli másik szemtanú egyszerűen nem volt. És magát a vatkant is csupán Póka és Majláni látta. Úgy tűnik, hogy Bethlen csak Majláni beszámolójára hagyatkozhatott. Póka megszólalásának nincs nyoma. Ami persze nem jelenti azt, hogy más úton nem jutott értékes adatokhoz. Vitnyédi utalt arra, hogy Zrínyi távozása és a halála között 3/4 óra telt el. Bethlen pedig megírta, hogy Zrínyi pont akkor lehelte ki a lelkét, amikor ők megérkeztek. Ez azt jelenti, hogy Zrínyi sebesülése és halála között fél óránál kevesebb idő telt el. Tudjuk, hogy Guzics kapitány öccse a hintóért rohant. Úgyhogy ennek az időnek a döntő részében, a nagyobbik részében hárman szorgoskodtak Zrínyi körül. Póka, Majláni és Angelo. Veselényi Ferenc nádor így írta le a történteket. Ő szegény egy puskával leszállt a lováról, és a kopó után bement az erdőbe. Ez a részlet arról tanúskodik, hogy Zrínyi és Póka vadászkopókat követett. Szürkületben, rossz látási viszonyok között másként nem is juthattak ilyen gyorsan a vad közelébe. De úgy látszik, Zrínyi előbb bukkant a vadra, és a vadkan őt vette célba. És meg sem próbált védekezni. Bethlen nem véletlenül jegyzi meg, hogy csoda, hogy egy ilyen nagy vitéz se nem lőtt, se nem vágott a vadhoz, pedig puska és láncsa is volt nála. Azt azért tudnunk kell, hogy Zrínyi egy kiváló, nagy tapasztalatú vadász volt. Biztosra vehetjük, hogy a kutyák magatartásából tudott következtetni arra, hogy hol tartózkodik a vad. Hát elég nehezen hihető, hogy egy ilyen tapasztalt vadászt váratlanul érjen egy vad támadása. Pontosabban csak akkor érthető, ha valami rendkívüli dolog elvonja a figyelmét, vagy cselekvésképtelenné teszi. A család, az Zrínyi család házi történetírója egy Forstall Márk nevű Ágoston rendi szerzetes volt. Zrínyi Miklósnak egy nagyon közeli és kedvelt embere volt. És ő a tragédia után is híven tovább szolgálta a családot.
a Zrínyiek történetét feldolgozó Stemmatográfia című munkájában azt írtam. Senki sincs, aki a gyászesetet a vatkannal látta. Aztán említést tesz Zrínyi sérüléseiről. Ő közelről is és többször is láthatta Zrínyit a haláleset után. Azt írta az egyik sérüléséről. Sebe a szeme alatt még a tapasztaltaknál is gyanút keltett, hogy golyótól ered. Az igazi kérdőjelek azonban a vatkan támadásának a közvetlen előzményei, illetve első pillanatai körül sorakoznak. Mi történt Majláni megjelenése előtt? Póka fényt deríthetett volna a történetnek erre a homályos részére, de hallgat, illetve hallgatott. Póka magatartása érthetetlen, a hallgatása pedig nagyon különös. És a lövések számát illetően sem egyértelműek a beszámolók. Bethlen Miklósnál csak Majláni lövéséről van szó. Vitnyédi István pedig két golyótól megsebzett vatkanról beszél. Forstall pedig három lövésről tesz említést. Forstall bizonyára beszélt a vadászat résztvevőivel, és számos fontos adatot rögzített. Azt írta, hogy egyszerre három lövés hallatszott. De vajon előfordulhatott-e, hogy ennek a három lövésnek a hangja csalta oda Zrínyi embereit? Ismereteink szerint csupán Póka volt Zrínyi közvetlen közelében. Ez azt jelenti, hogy egy lövést leadhatott ő, egy másikat meg Zrínyi. Viszont a harmadikhoz kellett volna még egy ember. Hiszen a 17. század közepén a lőfegyverek még nagyon nehézkes eszközök voltak. Nem lehetett őket olyan gyorsan újra tölteni, mint a mai modern fegyvereket. A sebesült vatkan megjelenésétől kezdve már egész egyszerűen nem volt idő a fegyverek újra töltésére. Tehát egyszerű következtetés, csak akkor és abban az esetben lehetett három lövés, ha még valaki a helyszínen tartózkodott. És Bethlen Miklóstól tudjuk, hogy Zrínyi nem lőtt. Majláni pedig nem a lövések hangját, hanem Póka jajszavát hallotta. Szerintem valaki nem mond igazat. A Vitnyédi két golyótól sebzett vatkanya valós adat lehet. A golyók egyike származhatott Pókától, hiszen ő korábban közölte Zrínyivel, hogy ő megsebesítette a vadat. Ezt a golyót persze korábban lőtte ki. A második golyó pedig jöhetett Majláni fegyveréből. De ha ezeken kívül volt még egy harmadik lövés, akkor én azt gondolom, hogy érdemes eltűnődni Zrínyi Forstall által leírt arcsebéről. Nehéz dolgunk van, nem könnyű eldönteni, hogy az egymásnak ellentmondó információk közül melyik lehet a hiteles. Egyébként teljesen másként írja le az esetet gróf Eszterházy Pál, Sopron vármegyei főispán. Ő a Mars Hungaricus című művében máshol nem olvasható részletekkel is szolgál. Azt mondja, hogy sok vatkant megöltek, egyet pedig golyóval megsebesítettek. Ezt, midőn elmenekült, Zrínyi nagy hévvel üldözőbe vette. Az állat kis idő múlva egy bozótosban megállt. Zrínyi megállt, leszállt a lováról, és egyedül vitézmódra megtámadta a vatkant, nem sejtve, hogy a halálába rohan. Midőn tehát azon fáradozott, hogy a fenevadat ledöfje, a vatkan, amely a sebek okozta fájdalomtól már teljesen feldühödött, váratlanul szembefordult, megfordult, és akkora sebet ütött Zrínyi jobb lábán, hogy már megállni sem tudott. És amikor földre zuhant, gyilkos agyaraival úgy szétmarcangolta, hogy félholtan maradt ott. Ám de ezelől a vész elől sem hátrált meg a nemes vitéz. Még a földön elterülve is a nála levő késsel többször átdöfte az ellenfelet, amely a helyszínről elmenekült. És csak másnap találták meg, és vitték be Csáktornyára. Elgondolkodtató, hogy az ő közlése szerint szembeszállt a vatkannal, és megszurkálta. Valamint az, hogy az állatot másnap megtalálták, és bevitték Csáktornyára. A vatkan testén biztosan látható voltak a szúrás, illetve a lövésnyomok. Vitnyédi csak két golyóról írt, már pedig ő is láthatta az állattestét. A vatkanról szóló feljegyzések mind rendkívül fontosak a történet rekonstruálása szempontjából. Eszterházy Pál történetének értékelésekor figyelembe kell vennünk, hogy ő teljesen császárhű volt.
Később nádor lett, birodalmi herceg, és véleményem szerint semmilyen módon nem írt volna olyan dolgot, ami negatív lett volna az uralkodójára. Ha viszont Zrínyi mégis szembeszállt a vaddal, akkor Majláni beszámolójával van a probléma. Ha viszont ez a küzdelem az ő érkezése előtt zajlott le, akkor viszont Pókának kellett erről tudnia. De miért nem beszélt Póka, aki a legfontosabb szemtanú? Az eseményeknek ő a kulcsfigurája. Miért nem beszélt? Nagyon-nagyon elgondolkodtató. Pókáról egyébként alig találni adatot. A történészek is szemet hunynak a felett, hogy elmaradt a büntetése. Véleményem szerint több, mint meghökkentő, hogy nem állították bíróság elé a gyáva magatartása miatt, ahogyan viselkedett egy magyar főúr halálánál. Tehát most már látjuk, hogy a Majláni elbeszélésére támaszkodó betlenféle történet több ponton sántít. Úgyhogy kimondhatjuk, hogy nem valószínű, hogy Zrínyi halála e szerint zajlott le. Persze biztos, hogy Pókát és Majlánit is faggatták a történtekről az eset után. És Majláni természetesen elmondhatta mindazt, amit később Betlen megörökített. Ha másnap behozták Csáktornyára a kiszenvedett vaktkant, és megtalálták rajta a két golyótól származó sérüléseket, akkor egyszerű logikával rá kell jönni, hogy ha a lovakat megkötő Majlániék akár csak egyetlen lövést is hallottak, akkor a merénylet teóriája nem alaptalan. Jogos a kérdés. Ha golyó találta volna el Zrínyit, akkor miért nem beszélt erről az odaérkező szolgáknak? Tegyük fel, hogy Majláni beszámolója hiteles volt. Zrínyi valóban mozdulatlanul feküdt, mert a sérülései miatt rövid időre elveszítette az eszméletét. Ha előtte lövést kapott az arcába, akkor már attól is földre zuhanhatott és harcképtelenné válhatott. És ez magyarázat lehet arra is, hogy miért nem védte magát a vatkan támadásával szemben. A vatkan elfutott. Zrínyi ezek után visszanyerte az eszméletét, és elmondott néhány szót, esetleg néhány mondatot. De abban a szörnyű, sokkos állapotban egyáltalán nem biztos, hogy tudta, hogy mi történt vele. Az elmondottak alapján nagyon sok az ellentmondás és a bizonytalanság. Én azt gondolom, hogy ez egy egyáltalán nem tisztázott eset. Zárszó helyett pedig egy levél részlete. Zrínyi Miklós halála után 5,5 évvel, 1670-ben Grémonville bécsi francia követ írt a titkosírással 14. Lajos királynak. Két napja tudtam meg egy jól értesült személytől, hogy valójában nem a vaddisznó ölte meg Zrínyit, hanem egy vadász, akit a császár bérelt fel. Mert felfedezték, hogy Zrínyi tárgyalt a törökkel, hogy a segítségükkel magát tegye Magyarország királyává. Köszönöm a figyelmet!